Mai vendégünk Berendi László, aki az Ipartestületek Országos Szövetségének az alelnöke, tehát az IPOSZ-nak az alelnöke, és vele beszélgetünk a koronavírus kialakult helyzetről, illetve a fodrászok helyzetéről. Először is, Laci, hogy vagytok családilag? Mesélj kérlek egy pár szót, hogyan élitek meg az adott helyzetet. Sziasztok, szia Dorka! Köszönöm a kérdést, mi tulajdonképpen jól vagyunk, az egész család szerencsére mindenki jól van. Hát úgy éljük meg ezt a mostani helyzetet, hogy aki a családból kertes házban lakik, azok most mindenki a kerti munkáját végzi, és próbáljuk bepótolni azokat a dolgokat, amit eddig nem csináltunk meg. De szerencsére, amit kérdeztél, hogy mindenki jól van, és mindenki egészséges. Akkor fodrászként a fodrászüzletben jelenleg nem dolgoztok? A jelenlegi helyzet az úgy van, hogy március 15-e után mi is szinte mondhatjuk azt, hogy azonnal bezártunk, mint nagyon sok más kollégánk, és hát mi az üzletben azért többen vagyunk, és ott jelezték a többiek is, hogy a vendégek már egy kis igényt tartottak arra, hogy elmenjenek fodrászhoz, úgyhogy most az utóbbi egy hétben elkezdtünk ilyen ügyeletet tartunk című történetet, amikor is egyszerre mindig csak egy fodrász van benne az üzletbe, maximum kettő, és ők is próbálják a vendégeiket úgy beírni, hogy kísérő nélkül jöjjenek, illetve ne legyen tömeg az üzletbe. Tehát ugye... Ti dolgoztok feleségeddel, Berendi Györgyivel most az üzletben? Igen, milyen a csütörtöki nap. Tehát a csütörtököt kaptuk meg mi a többiektől, és csütörtökönként megyünk, és hát próbáljuk a vendégeinket kiszolgálni. Mind a mellett tulajdonképpen ez olyan dolog, hogy az első perctől kezdve minden fodrász dolgozhatott volna folyamatosan, mert a számomra érthetetlen dolog az, hogy a fodrászokat kivették, tehát betették abba a körbe, akik lehet, hogy gazdaságilag nagyon fontosak vagyunk, hogy nekünk be se kellett volna tulajdonképpen zárnunk. Betartottuk ezt a történetet, ezt a dolgot a család egészsége, illetve a vendégeink védelme miatt. Tehát, hogy az IPOSZ megkereste a kormányt azzal kapcsolatban, hogy a fodrászok bezártak? Hát az IPOSZ-nál tulajdonképpen nekünk a KKV-knak a érdekét kell képviselnünk. Azon belül ilyen kis csoportokat nem tudunk, és nincs is lehetőségünk alkotni, de viszont akkor, amikor a miniszterelnöki hivatalt mi felkerestük levélben, akkor kértük a segítségüket abba a dologba, hogy valami könnyítést adjanak a kisvállalkozóknak. Kimondottan akkor abban a levélben bele volt írva a szépségipar is, sok szakma mellett. Aztán érdekes módon igaz, kijött az a lehetőség, hogy a katásoknak van egy olyan kedvezményük, hogy pontos dátumot nem tudom, hogy meddig, hogy nem kell fizetniük a katát, tehát nem kell szüneteltetniük, de viszont nem kell a katásoknak fizetni, ami egy kicsikét úgy eléggé zárt körnek tűnik. A következő levélváltásokban pedig kitértünk azokra a vállalkozásokra, ahol KFT-kről van mondjuk szó, hogy oda is kértünk volna valamilyen könnyítési lehetőséget, mert sajnos a katásokon kívül túl nagy könnyítést a többi vállalkozó nem kapott. Hogy a kormányhivatal azon dolgozik, állítólag még a mai napokban is, hogy visszamenőleg is, és majd a jövőben is valamilyen támogatást kapjanak a vállalkozások. Valamilyen lehetőséget keresnek arra, hogy könnyítsenek a mostani helyzetükön. És ez mennyire biztos információ? Hát, mint információ, úgy biztos, hogy visszajött levélbe, hogy dolgoznak rajta. Aztán, hogy ott meddig dolgoznak ezen a dolgon, és hogy ebből mikor lesz törvény, hát ezt sajnos még szerintem ők sem tudják. Ti egyébként bármilyen javaslat csomagban megkerestétek őket, hogy mi az, amit szeretnétek, milyen könnyítésre vágytok? Az az érdekes, hogy az IPOSZ-t most egész jól kezelik a kormányzatba, mert például a Nemzeti Bank elsőnek megkereste az IPOSZ-t, hogy különböző javaslatokat tegyünk oda, hogy hogyan lehet majd ezt a helyzetet valamikor majd orvosolni. Az a baj, hogy
addig, amíg ez a vírus dolog működött, meg működik, mi sem ülhetünk össze. Úgyhogy csak telefonon tudunk egymással érintkezni, így az elnökség is csak telefonon beszélgetünk egymással. Hangsúlyozom, próbáljuk kirogatni a leveleket, aztán ez egy olyan dolog, hogy azt mindenki tudja sajnos, hogy a válaszlevél az vagy valamikor megérkezik, vagy lehet, hogy soha. Neked, mint az IPOSZ alelnökének, mi lenne az a megfelelő válasz, mondjuk, amit kaphatnátok a kormánytól? Tehát mi lenne egy ilyen kielégítő, amire azt mondod, hogy akkor ezzel most elértük a célunkat? Hát én úgy gondolom, hogy volt már ilyen válasz a kormánynak, hogy az alkalmazottak, akik 8 órában voltak bejelentve, azoknak a bejelentést le lehet vinni 4 órára, és a kieső 4 órának megkapják a 70%-át, azt hiszem, a munkabérnek. Valami ilyesmiről volt szó. Na most ez az alkalmazotti oldal. A munkaadói oldalnak azért sokkal nehezebb a története, mert hiába lehetünk nyitva, mivel minden nap a reklámokban, tévében azt hallgatjuk, hogy mindenki maradjon otthon, ezáltal nyitott ajtó van, de üres az üzlet. A vállalkozóknak a lehetőség ben az, hogy kevesebb időre jelentem be az alkalmazottamat, az egy olyan csukafogta róka történet, mert a különböző járulókat meg fizetni kell. Magyarul természetes dolog az, hogy valamit be kell fizetni. De akkor, amikor 0 forintot keresnek a vállalkozások, akkor a tartalékokból kell ezt fedezni. Na most ezeknek a tartalékoknak egyszer vége lesz. És amikor már nem lesz miből fizetni, akkor nagyon el kell gondolkodni a vállalkozásoknak, hogy akkor mit csinálnak. Akkor fogják magukat és csinálnak olyat, hogy szüneteltetnek. De ez sem egy megoldás, mert ha elfogyott a pénze, akkor a piacon sem tud magának tenni semmit. Tehát az, hogy olyan könnyítést kapni, hogy nem kell fizetni, de viszont nem kapsz mellé semmi más lehetőséget, ez egy kicsit kevésnek tartom. Vannak olyan országok, ahol amikor bejött a vírus, az első intézkedés az ottani kormánynak az volt, hogy az embereknek nem kell fizetni például rezsit. Azt a pénzt, amit nem kell fizetni rezsire, azt a pénzt el tudja költeni a közérbe, és tud enni adni a családjának. Tehát én egyfajta megoldást tartottam volna kézzelfoghatónak és jónak, mert ez pont ugyanúgy érinti a munkaadót, és pont ugyanúgy pozitív irányban érinti a munkavállalót is. Hogy a fodrászok és a szépségiparnak egy nagyobbik része megkapta lehetőséget arra, hogy dolgozhasson. Tehát nyitva lehetett az üzlet. Na de egy nyitott ajtajú üzlet az még mindig nem termel pénzt. Tehát eléggé ördögi kör ez, én úgy gondolom. Ezt hogy érted meg, hogy kevesebb vendég érkezik az üzletbe? Figyelj, ez egy olyan dolog, én szerintem ez a mostani helyzet, hogy ezt a koronavírust még nem ismerjük. Tehát tulajdonképpen félünk tőle. Ezzel szemben ott az influenza, amit már nagyon jól tudunk kezelni, mert már ismerjük, és nem félünk tőle. A vendégek azért nem jönnek, mert félnek. Félnek attól, hogy több ember egy helyen találkoznak másokkal. Az, hogy kevesebb a vendég, a kevesebb vendéget pedig én úgy gondolom, hogy most van egy kis idő arra legalább az üzletekbe, hogy nagyon minőségi munkát tudjunk adni. Na most, hogyha minőségi munkát tudunk adni ennek a kevés vendégnek, akik vannak, akkor majd, amikor ez a helyzet normalizálódik, akkor talán jobban vissza tudjuk csalni a vendéget a fodrászüzletekbe. Én mindig azt mondom, hogy próbáljunk minden dolgot pozitív irányból megközelíteni. Oké, rendben, nincsenek tömegek az üzletbe, de ha már végre egyszer el tudnánk odáig jutni, hogy minden órára jut egy-két vendég maximum, akkor már azt mondom, hogy elindult a dolog, és mindenki mehet előre. Amit előbb mondtam, minőségi munkát kell adni a kezünkből. De eddig is minőségi munkát adhatok. Akkor most még minőségi munkát, mert több időt tudnak szánni a fodrászok a vendégekre. Tőled vagy tőletek a vírus elvett valamit? Vagy ez a helyzet? A lóvét. Ez nagyon nagy kiesés. Hát hazudnék, ha azt mondom, hogy nem.
Tehát aki azt mondja, ez nem kiesés, az hazudik. Az kiesés. De tudod, ez olyan dolog, hogy pénzt majd lehet később is csinálni. Tehát itt az erkölcsi dolgok, amit elvett ez a vírus. Elvett egy nagy lehetőséget április 26-tal, amikor mi mindig azon vagyunk, tudod, hogy mi próbálunk a szakmának dolgozni. Tehát ez nem egy nagy duma a Dányival, mert ezelőtt 5-6-7 évvel még a Moszinak volt pénze, és a Moszi szervezte és rendezte a versenyeket. Amiket most mi csinálunk, rendezvényeket az Andrással, azokba a rendezvényekbe mi hozzuk össze a pénzeket. Tehát nekünk nincs hátul támogatónk abba, hogy mondjuk egy kamara oda teszi magát, és azt mondja, hogy itt van 10 millió forint, és költsétek el. Nekünk ilyen nincs. Tehát mi próbáljuk azt összerakni saját erőből, hogy a szakmának, a fiataloknak, hogy ne veszten ez a versenyzés. Mert sajnos a versenyzés az elvész lassan. Érdektelenség miatt, illetve amiatt, mert sokba kerül. Tehát ott van sajnos a magyar bajnokság is, amint látjuk, hogy egyre kevesebb a versenyző, egyre kevesebb az érdeklődés iránta, sajnos a tanulók is egyre kevesebben vannak, akik versenyeznek. Tehát ez a, amit kérdezti az a válasz rá, hogy igen, erkölcsileg elvett a szakmától. Mint magánembertől nem vett el semmit, mert a családom szerencsére megvan, a családom szerencsére jól van, akikkel jól érzem magam, és együtt vagyunk, mindenki teljesen jól van. A szakmától, attól elvett nagyon sokat. Rettentő sokat elvett a szakmától. Elvette ezt a két világsztárt, akit meghívtunk ide, de szerencsére ők is úgy vették a dolgot, hogy szeretnek Magyarországon lenni, és akarnak Magyarországra jönni, ezért november végén meg is lesz tartva ez a rendezvény, és megcsináljuk megint. Hát kicsit másképp, mert most volt idő ötletelni. Most kitalálunk valami újat megint. De akkor talán éppen, hogy jobb lesz, nem? Jobbnak kell lenni, álljunk úgy hozzá. Tehát mindenhez úgy kell hozzáállni, hogy ennek jobb lesz. Tehát ki kell venni belőle a jó részét a dolognak. Nem lesz könnyű, de jónak kell lenni. És kész, ennyi. Csak hagyjanak minket békén dolgozni, és ez a vírus hagyjon mindenkit békén, úgy, ahogy van. Igen, tehát április 26-án egy rendhagyó eseményt akartunk összehozni, egy beauty fesztivált, ami egy teljesen más versenyzést találtunk ki, mint ami eddig volt. Tehát próbáltunk egy olyat, hogy olyan fiatalok, akik félnek egy olyan versenyzésre megmérettetni magukat, ahol pontosan időre kell, kint van a zsűri, feszélyezve érzik magukat, ezt kikerülvén, egy helyszínen megérkezik, összerakja a fizuláját, és időpontba kivonul vele, és bemutatja ott a közönségnek. Ezt szeretük volna összehozni, és sikerült összeraknunk egy olyan programot, hogy ebben egybekötve a Samuratov, illetve a Tindáró, mint külföldi sztárvendégek tartottak volna egy show műsort, bemutatót, oktatást. Na most sajnos ez a vírus helyzet, ez beütött, így most arra a döntésre jutottunk a Dányi Andrással és a többi fodrász kollégával, akik együtt szoktunk ilyenkor dolgozni, hogy a dátumot visszatesszük novemberre, amikor szokott is lenni a Hungarian Open Europe Cup, és erre a rendezvényre meghívtuk ugyanúgy a Samuratovot, illetve a Tindárót, és most az lesz egy érdekesség ennek a dolognak, hogy kétnapos lesz a rendezvény, szombat-vasárnap, és a magyar fodrászoknak azért készülünk egy meglepetéssel, ami a magyar fodrász szakmának mondhatjuk azt, hogy egy kitüntető jó dolga tud lenni. Ezen dolgozunk, és ezt akármennyire is akarja bárki, ezt a rébuszt nem fogjuk elmondani senkinek, mert ott a helyszínen kell ennek majd durrani egyet. Hát akkor ne is faggassalak téged, hogy mégis mire számíthatunk. Nyugodtan faggathatsz, de ezt a részét úgyse fogom elmondani. Ami másik fontos dolog, hogy érezzük azt, hogy a világnak szüksége van erre a fodrász szakmára, társadalomra, hogy a OMC is már kidobta azt, hogy szeptemberben világbajnokság Párizsba. És Lacival is beszéltünk a hajassal, úgy azon is elkezdünk dolgozni, hogy valahogy oda jussunk ki, és ott is azért méretessük meg magunkat megint, amennyire csak lehet. Uh-huh.
Tehát két csapatra osztik megint a társaság. Az egyik része a csapatnak azt mondja, hogy hát itt alig lesz versenyző. A másik része meg azt mondja, az én vagyok, amire azt mondom én, hogy itt nagyon sok versenyző lesz. Mert az OMC egy olyat dobott ki, hogy állítólag csak nevezni kell a versenyre, és nem kell nevezési díjat fizetni. Na most ez egy óriási lehetőség, amikor is több százezer forint egy nevezési díj a OMC versenyekre. Na most gondold el, hogyha oda ingyen lehet menni, és nem kell nevezési díjat fizetni, akkor én szerintem azért egy szép kis mezőny össze fog jönni. Ez egy nagyon nagy lehetőség szerintem azoknak a fiataloknak, vagy versenyzőknek, akik csak eddig gondolkodtak rajta, hogy elinduljanak. Én azt mondom, hogy most bele lehet csapni, és el lehet kezdeni készülni, és indulni rajta. Itt a karantén időszak alatt tartotok esetleg a fodrász versenyzőknek felkészítést? Tehát van akár online, akár offline, de hát inkább online olyan kezdeményezésetek, amiben felkészítitek a jövő versenyzőit? Ez egy nagyon nehéz dolog, mert igazából azért nehéz, mert a legjobb lenne az, hogyha úgy lehetne ezt megtartani, hogy valaki bemutatja, és a másik oda azon csinálják. Mert hogyha csak nézegetik a videókat, aztán majd két-két múlva nekiállnak csinálni dolgokat, akkor sokat nem érnek el vele. De nekünk szerencsénk van, mert mi csinálunk ilyet, nekünk van egy kis versenyzőnk, aki Budapesttől távolabb van, és vele működik ez a történet. Igen, dolgozzunk előre, mert igazából azt mondom, hogy ez a helyzet úgy nagyon hirtelen berobbant egyik napról a másikra. A visszaállása sokkal lassabb lesz, én szerintem, minden tekintetben, gazdaságilag, vendégekkel, üzlettel, mindennel kapcsolatban, de az egy jó dolog, hogyha tudunk kapcsolatot tartani versenyzőkkel, kollégákkal, és ilyen hát, szemináriumot nevezzük annak. Egymás között ezeket a dolgokat szépen tudjuk oktatni, tanítani, illetve sok esetben az is elő szokott fordulni, hogy mivel nincs ott a másik emberke, ezért sokkal nyitottabbá tud válni az egyénke, akivel így külön lehet foglalkozni. Vagy te mennyire tartasz személy szerint ettől a vírustól? Mivel nem ismerjük, ezért tartunk tőle. Nagyon jó dolog az, hogy be vagyunk biztosítva, meg ez, meg az, meg amaz, meg maszkot hordunk, meg gumikesztyűt hordunk, meg minden ilyen dolgot. Csak nem tudom, hogy ez elegendő, vagy sok, vagy kevés, fogalmam nincs róla. Fokozottan mi akkor tudunk dolgozni, hogyha van vendég az üzletben. Az embereknek vissza kell szokni a régi kerékvágásba. Nagyon sok függ attól, hogy ezek az otthoni munkák megmaradnak még egyelőre, vagy sem. Mert hogyha megmaradnak, akkor megint az van, hogy kevesebb ember fog mozogni a városba. Mi úgy vagyunk vele, hogy a igénynek megfelelően fogunk nyitva tartani. Az élet, mert a tanulók ott vannak, a tanulókkal föl kell készülnünk a vizsgákra, azokkal kicsit majd többet fogunk tudni foglalkozni, így végre már nem csak online találkozunk, hanem majd személyesen, és akkor velük is majd eltöltünk egy csomó időt, és hát nem mondom azt, hogy bepótoljuk a lemaradást, mert lemaradás szerencsére nincs, hanem gyakorlatban is át tudjuk venni közösen azokat a munkákat, amit eddig csak így a interneten keresztül tudtunk nekik küldeni és mutatni. Nektek hány tanulótok van? Oké, de ezt én 7. Most 7. És ilyen jelenlegi helyzetet hogyan képzitek? Hát csináltunk egy csoportot, és azon belül csak mi vagyunk, és oda-vissza mi toljuk nekik az anyagot, az elméleti dolgokat, akkor gyakorlatban is bemutatunk nekik dolgokat, és visszavárjuk tőlük ugyanezt a dolgot, ugyanígy van mindenkinek okostelefonja, föl tudja venni videóra, ő visszaküldi, megnézzük, elmondjuk, hogy helyes vagy nem helyes, és így még a borotvafogást is meg lehet tanulni, meg különböző dolgokat meg lehet azért tanulni, így a telefonon, videón keresztül is egymásnak el lehet mutogatni, és értékelni is lehet a munkájukat így. Meg egy picit nagyobb hangsúlyt fektettünk az elméleti kérdésekre, így most volt idejük otthon megtanulni, aztán amikor vége ennek az egésznek, akkor majd jönnek a gyakorlati problémáknak a megoldásai. De egyébként a te életedben hozott bármiféle pozitív változást, vagy a ti családi életetekben, ugye nálatok mindenki fodrász, tehát ráadásul pont
leginkább releváns a kérdés hozzátok. Pozitív változás? Hát most nem tudom, mit nevezünk pozitív változásnak, mert mi a családban azért a találkozások, meg ilyen dolgok azért mindig megvoltak. A pozitív változás? Hát maximum annyi a pozitív változás, hogy több időt tudunk tölteni egymással, ami nagyon hiányzik családokból, én úgy gondolom a rohanó világ miatt, hogy kicsit többet lehet beszélgetni egymással, és hogyha többet beszélgetünk, akkor előbb kijönnek azok a negatív és pozitív dolgok, amiket át lehet tárgyalni, és egy kicsit másképp lehet hozzáállni az élethez. Hát a podrászoknak mit üzennél? Kitartás is legyen egy türelemmel, és tényleg úgy álljunk vissza ebbe a dologba, hogy még jobban a vendégre tudjunk koncentrálni, illetve egymásra. Tehát a fodrászoknak annyi az üzenet, hogy kitartás, a másik az pedig, hogy a szervezet oldaláról ígérni nem tudok semmit, de higgyék el azt, hogy próbálunk azon dolgozni, hogyha másképp nem, akkor visszamenőleg kapjunk valami olyan támogatási lehetőséget, ami egy picit majd könnyít azon a dolgon, hogy ami anyagilag kiesett, azt tudjuk majd valamilyen szinten pótolni. És a másik meg az, hogy nem mindig a pénz körül forogjon a gondolat, hanem az egészség a legfontosabb, és én azt üzenem nekik, hogy mindenki egészségesen tudjon visszatérni a szakmába, teljes erőből tudjon dolgozni.